Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a fellépő gyermekeket, szüleiket, tanáraikat, és nem utolsó sorban a zsűri tagjait az idei Baranyai Gyermeknéptánc találkozón. A hagyományosan évente megvalósuló esemény megrendezésével a szervezők ösztönözni kívánják a Baranya mennyében tevékenykedő gyermeknéptáncosokat és vezetőiket, tanáraikat, hogy igényes körülmények között mutathassák meg magukat, és bátorítást, szakmai segítséget kapjanak további munkájukhoz. Emellett a rendezvény célja, hogy egy jó napot szerezzen az ifjú néptáncosoknak tánccal, muzsikával, kézműveskedéssel és az együttlét örömével. A program szervezői Komlóváros Önkormányzata Közösségek Háza, a Komlói Színház és a Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület. A program támogatói a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Komlóért Egyesület, a Martin Szövetség és a Kreatív Műhely. A mai résztvevő produkcióit egy háromtagú, elismert szakemberekből álló zsűri értékeli majd, akiket szeretnék most bemutatni. Elsőként Taba Csabát, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium néptánc tagozatának vezetője, a Gödöllői Szent István Egyetem Forduló Néptánc Együttes és az ELTE Néptánc Együttes művészeti vezetője, valamint a népművészeti ifjúmestere. Szűcsné Urbán Mária, a Jászberényi Viganó Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a népművészet ifjú mestere, aranygyöngyös táncos. És Szávai József, a Tanács Néptánc Együttes művészeti vezetője, Martin György Nívódias. A produkciók többségét majd a Sárarány zenekar fogja kísérni. Nem sokára kezdetét veszi majd a délelőtti versenyprogram, azután 14:30-ig szabad program lesz, akkor kezdődnek majd a délutáni bemutatók. A kettő között a gyerekeket a közösségek házában kézműves foglalkozások várják, és a délutáni fellépők pedig 12:20-tól foglalhatják majd el a színpadot színpadbejárásra. A délutáni bemutatók után is lesz majd kézműves foglalkozás, valamint táncházas Sárarany zenekarral szintén a közösségek házában. És nagyjából 16:30 körül veszi majd kezdetét itt a színházteremben az értékelés, amire mindenkit szeretettel várunk, és azután pedig ismét a közösségek házába megyünk vissza, ahol a Deák Zsuzsa galériában a zsűri a tánccsoportok vezetőit várja egy szakmai beszélgetésre. A színház aulájában a nyitány büfé várja a kedves vendégeket, és a szervezőknek több kérésük is van a nézőkhöz. Az első kérés, hogy ételt, italt a nézőtéren ne hozzanak be, továbbá kérik, hogy kabátjaikat az ingyenes ruhatárban helyezzék el, bár erre azt hiszem nem volt szükség a jó idő miatt, valamint, hogy a nézőtérről be és ki csak a műsorszámok között a taps alatt közlekedjenek. A táncosokról a Rákos Ildikó fotószalon fotókat készít, amelyeket a fotószalonban megvásárolhatnak majd. És akkor nem sokára a színpadon köszönhetjük az első fellépőket, a Sátorhelyi Gyermek Néptánc Együttest. A Sátorhelyi Gyermek Néptánc Együttes 2016. szeptemberében alakult. A Sátorhelyen működő csoport tagjai nem csak helyiek, többen közülük a környező kisebb-nagyobb településekről, Mohácsról, Bárból, Borjádról érkeznek a próbákra. A heti egy alkalommal és alkalmanként hétvégén tartott próbák elsődleges célja a tánckészség kialakítása és fejlesztése a magyar nyelvterület gazdag néptánckultúrájának megismertetése során. A csoport tagjai 6-14 év közötti gyermekek, többen a Sátorhelyi Felnőtt Táncegyüttes aktív táncosainak gyermekei. Most pedig Vasné Pap Viktória Elindultam szőrt kötni című moldvai koreográfiáját mutatják be. Fogadjátok őket sok szeretettel.
Pici Pöndő csoport következik. A csoport tagjai 7 éve táncolnak együtt, így ebben a létszámban, a komlói Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskolában. Tavaly Szilárdsággal jártak, az idén Mező Panik és környékét látogatták meg Erdélyben, hogy találkozhassanak olyan emberekkel, akik még ott, abban a faluban táncolják a táncukat, ahol laknak. A csoportból többen kaptak Baranya kiváló gyermektáncos a díjat az idén. Az idei évtől a fiúk közösen tartanak próbát a nagyobb korcsoportokkal, ennek gyümölcseként ebben a koreográfiában megjelennek majd a pipitéres fiúk is. Most pedig Ruzsinszky Emma és Kirk Zoltán Táncó György falváról című produkciójukat láthatja. Thank you.
A hosszú hetényi gyermektánccsoport azt szeretném bemutatni önöknek, hogyan is játszanak ők hosszú hetényben. Két korcsoportban első, harmadik és negyedik, nyolcadik osztályos gyerekek táncolnak együtt. Fő céljuk az énekes népi gyermekjátékok, mondókák és a néptánc megismerése, továbbadása. Külön büszkék arra, hogy saját falujuk népdalait, gyermekjátékait, szokásait és hagyományait tanulhatják, játszhatják és táncolhatják. Következik Lázárné Szabó Emese, Papné Pintér Ilona, Így játszunk hetényben. Yeah.
A hetényi gyerekeknek a Sonkerék zenekar muzsikát, azt gondolom, hogy ők is megérdemelnek egy tapsot. Most pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Pipitér csoportja következik. A gyerekek kisiskolás koruk óta táncolnak a Komlói Művészeti Iskolában. Tavaly is és az idén is voltak Erdélyben, Tanulmányi úton, mindig ott, amely falunak a táncát tanulják. Ebben az évben mezőpaniti táncokat tanultak, és alkalmuk volt odakint együtt is táncolni a paniti mesterekkel. Meghatározó élmény volt számukra, megerősítette bennük e tánc iránti szeretetüket. Nagyon szeretnek mintázni, és sokat vannak a táncon kívül is egy társaságban. Következik Potpác Beáta és Kirk Zoltán, Édesanyám sok szép szava című koreográfiája. Ültek a vénasszonyok a padra,
eddigi figyelmet. Délután 14:30-kor találkozunk újra itt a délutáni bemutatókkal. 12:20-tól a délutáni fellépőké a színpad színpadbejárásra, és most pedig a közösségek házában a kreatív műhely várja kézműveskedni a gyerekeket. Jó étvágyat, jó felkészülést! Jó, én visszajövök majd. Visszajössz majd?